kiegészítés a második kísérlethez. Tegyük fel, hogy a grafikonunk helyes, tehát jól vettük fel az idő gyök n grafikont, akkor a hiba számítás úgy történhet, hogy tegyük fel, hogy az időt ezred másodperc, a periódus időt ezred másodperc pontossággal tudjuk meghatározni. Tehát itt arról a hiba számításról beszélek, amikor a grafikon alapján meg kell határoznunk a testnek a tömegét. Akkor ezt én úgy tenném, hogy itt van egy adott idő, amit mértünk. Fölfelé mérünk ezred másodpercet, így kapjuk a gyökemre a felső határt. Tehát tegyük fel, hogy legfeljebb egy ezred másodpercet tévedünk a periódus időben. Így a gyökemre kapunk egy felső határt, azt négyzetre emelve kapjuk a mért tömegnek a felső határát. Hasonlóan egy ezred másodperccel lefelé eltérve kapjuk a alsó határát a tömegünknek, ezt négyzetre, a tömeg négyzetgyökének, ezt négyzetre emelve kapjuk azt, hogy mennyi lehet az alsó határa a tömegmérésnek.